Tőlem kérdezték. Hát az, csak kezdem számolni, hogy mennyi minden jót fogsz majd mondani. Ez most már éles mehet? Én abszolút mosolyogva kelek fel éjszakánként, és most már hála az égnek le is kopogom mindenhol. Olafa, én is. Tehát, hogy mostanában vannak olyanok, és sőt, az elmúlt egy hetünk szerintem úgy volt, hogy egyszer maximum kétszer kelt fel a gyerek, úgyhogy kezdünk kisimulni és visszanyerni az eredeti energiánkat. Szépségkirálynő, műsorvezető, vállalkozó, Kulcsár Edina a Családvarázsban, és hol máshol találkozhatnánk vele, mint egy szépségiparhoz köthető helyszínen, egy hajfonat stúdióban, ahová elhozta két hónapos kisfiát, Maddox Zobi. 2-3 hét eltelt, azért otthon voltunk, egy picit így próbáltunk mi is összeszokni, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, de utána én kifejezetten így képzeltem el már a várandóságom időszakában is ezt a babázós korszakot, hogy menjünk, vigyem magammal, ne az legyen, hogy otthon vagyok, picit így elhagyom magam, mert az nyilván a férjemmel való kapcsolatunkban se hozott volna túl sok jót. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy egy kisbabának is muszáj az, hogy szokja a külvilágot, hogy egy picit szocializálódjon, és ezáltal szerintem a személyiséghez is így több fog hozzáadódni. Kiteljesedett vele az élettel? Abszolút kiteljesedett. De én eddig nem is tudom, hogy miért nem hajtottam ezt jobban korábban. Szia, kicsim! Milyen egyébként így együtt dolgozni? Hát nyilván azért sokszor találkoztok itt is, 2 méter van, vagy 3 méter van köztetek. Most, hogy van a pici baba is, tehát bármikor, hogyha mondjuk nekem itt van egy 5-10 perces, vagy akár fél órás elfoglaltságom, hogy a lányokkal egyeztetni kell, akkor csak így odaadom az apjának, vagy egyébként a pult másik oldalán a keresztapuka is dolgozik. De Dinával valahogy úgy alakult a kapcsolat, hogyha nincs velem, akkor elképesztően hiányzik, és az, hogy egymás mellett van pultunk, az meg a merő véletlen, megfordul az általános menet. Rendet, levetkőzöd azokat a szokásaidat egyébként, amik így 10-20-30 év alatt az emberbe bele rögződik. Én például imádtam, hazamentem, ledobtam mindent, kanapé, tévé, és akkor egy kis telefonozás. Hát ez nagyon nincs így, mert amikor hazamegyek, akkor tehermentesítem Edinát, elveszem egy picit tőle, mert hát nyilván kell, hogy az apjával is legyen a gyerek, tehát én próbálok erre tudatosan odafigyelni. Nincsenek délutáni alvások, a jó kis vasárnapi ebéd után teljesen megszűntek. Talán a forma egy, ami ebből a szempontból maradt, mert azon a gyerek is elalszik, meg én is. Nagyon élvezem, nagyon szeretem. A pici több krémet kendek egyébként a szemem környékére reggel, mikor felkelek, hogy a ráncok ne legyenek ott a kialvatlanságtól, de hát ez legyen a legnagyobb bajom az életben. A gyereknek óriási szerencséje van, mert hogy nagyon sok lassz csaj veszi körbe. Ugye anyukája tip-top, van egy nagymamája, aki egyébként 44 éves, van az én anyukám, aki szintén nagymama van, Edina dédi, aki most már ők, nekem van a nagymamám, aki egyébként most már dédi, úgyhogy igazából sorban állás van, hogy kivinázzon Maddoxra. Azért volt számomra nagyon fontos, hogy fiatalon legyek édesanyja, hát elsősorban, mert édesanyám nyomdokaiba szerettem volna lépni, ő 18 évesen szült engem, és igazából tényleg leírhatatlan a kapcsolat kettőnk között. Lényegében mondható, hogy ő a barátnőm, az anyukám, akár a nővéremnek is mondanám, és tényleg így a lelkitársam, akivel mindent meg tudok beszélni. Úgyhogy pontosan ez volt az, ami így motivált engem arra, hogy fiatalon legyek anyuka, mert szeretném azt, hogyha az én gyermekem között is és közöttem olyan kapcsolat alakulna ki, mint ami kettőnk között van. És a másik kis apróság pedig a dédnagymamám. Ugye engem az édesanyám és a dédnagymamám mamám nevelt föl, a mamám 87 éves, és igazából hála az égnek, ezt is lekopogom, nagyon-nagyon jó egészségnek örven, de nagyon szerettem volna azt, hogyha ő megélheti azt, hogy ők nagymama legyen, ugyanis ő most már ezen a pozíción van, és nagyon-nagyon, tehát nem tudok róla úgy beszélni, hogy ne sírnék, de most megpróbálom. Tehát, hogy nagyon fontos a mamám nekem. Olyan szeretetet kaptam tőlük, az édesanyámtól és tőle. Tehát ők nagyon sokban nélkülöztek, és brutális volt azt látni, hogy mindenem felül egyébként én voltam a legfontosabb, és hogyha tárgyilag nem is tudtam mindent megkapni, amire mondjuk vágytam, az szeretetben ők kárpótolták. Úgyhogy remélem, hogy én is ilyen édesanya lehetek és szülő. Edina meg példás anyuka. Tehát amikor tőlem megkérdezik, hogy kész voltam-e a gyerekvállalásra, akkor mindig azt mondom, hogy igen, mert hogy feltételeztem, vagy majd, hogy nem tudtam, hogy Edina egyébként példaértékű anya lesz. Szeretnénk még gyereket, mind a ketten szerettünk volna édes testvért, egyikünknek sem adatott meg, ugye féltestvéreink egyébként vannak, mert azt szeretnénk, hogy nagy családban nőjön fel, úgyhogy mi egy testvér mindenféleképpen szeretnénk, sőt, pont most beszéltünk egyébként arról, hogy
kezdjünk el védekezni, ne kezdjünk védekezni. És akkor úgy voltunk, hogy nem kezdünk védekezni. Én azért picit remélem, hogy akkor jön majd, amikor a házunk elkészült, mert ez így egyben egyébként egy erős csomag. Meglepetéseket rejt minden egyes nap, és tényleg ez így szavakban nem lehet nagyon így leírni, vagy elmondani, tehát hogy nem, tehát olyan érték az, amikor tényleg csak rád mosolyog, amikor felfedezel benne egy új dolgot, hogy úristen, már ezt is csinálja, már tud fogni. Nekem a legnagyobb élmény, amikor odaadom neki az ujjamat, és egy picit ráfog. Hát az arról nekem szerintem 380 ezer kép van már most a telefonomban, pedig is még mennyi lesz, pedig még csak ugye 2 hónapos. Igen. Elképesztő, olyan emóciók, hogy most, ha még sokat beszélünk róla, akkor könnyes lesz a szemem. Elképesztő, csoda. Tehát, hogyha kérdezik, hogy egyébként mi a csoda az életben, szerintem meggyógyulni egy betegségből, és látni a gyerekedet felnőni, és ehhez egyébként úgy asszociálni, hogy egy fantasztikus kis ember legyen. Én azt gondolom, hogy ennél több nem kell senkinek.